bizonyára mindenkinek a családjába, akár a saját gyerekeivel, vagy az unokáival, vagy bármilyen gyerekkel kapcsolatban van olyan élménye, tapasztalata, amikor azt mondja a gyerek, majd én magam, és nem engedi, hogy bárki is segítsen neki. Nekünk meg folyik a víz a hátunkon, hogy jó lenne már igyekezni, mert oda kell érni, el fogunk késni, de ő maga. És a gyerek képes a földhöz vágni magát, ha nem engedjük neki, hogy majd ő maga. Felnőtt korunkra kicsit megfeledkezünk erről a tulajdonságunkról, hogy mi magunk is képesek vagyunk sok mindenre. Mi magunk is a kezünkbe tudjuk venni az életünket, a sorsunkat. És mi csak tehetetlenül nézünk az orvosunkra, és ráterheljük az egész életünk minden búját, baját, betegségét, terhét, és reméljük, hogy a kis dobozba majd csodaszert, életelixírt ad nekünk a patikus. Még egy fohászt is elfelejtünk mondani felette. Csak bevesszük, és várjuk a csodát. És ha nem segít, ki lenne más a hibás, mint az orvos? Valahol egyensúlyt kellene teremteni. Nem másokat, mindig a másikat okolni. De nem is magunkat ostorozni, hanem összefogni. Együtt, egymásért, magunkért, orvos, ápoló, beteg, betegséget hordó ember. Tiszteletbe tartani egymás tudását, értékeit, érdekeit. Együtt cselekedni a gyógyulásért, az egészért, az egészségért. Egymásért is imádkozni. Kérni Istent, hogy segítse az orvosunkat, hogy nem is olyan régen hallottam, hogy jó szimata legyen az orvosnak, amit a tudásával együtt a gyógyulásomra tud használni. Hogy legyen hozzám türelme az ápolónak, és szeressem magam, és szeressem az egészségügy dolgozóit, ne pedig pocskondiázzam őket, hogy ott semmi se jó. Imádkozzam értük is, és imádkozzam magamért is. Tegyek meg minden tőlem telhetőt. Tegyük meg ezt most is. Imádkozzunk, és az imádság közben lesz rá lehetőség, idő, hogy ki a saját szavaival, saját maga csendességében is elmondja a kérését, az imádságát. Életünkben mindig és mindenhol jelenlévő Istenünk a teljes szívünkből és teljes lelkünkből rád hagyatkozunk. Kérünk, térj be szívünk mélyére. Feltárjuk előtted szívünk, lelkünk titkos szugait, és azt mondjuk, lásd, ezek vagyunk mi. Ez vagyok én. Jézus Krisztus, te légy életünk ura. És így is mondhatjuk, te vagy egész életünk ura. Hiszünk benned, és elfogadunk, Urunknak, üdvözítőnknek. Szentlélek, Úristen, vezess bennünket Jézus Krisztus személyének mélyebb megértéséhez. Mindent rád bízunk, egészségünket, családunkat, vagyonunkat, foglalkozásunkat, képességeinket, kapcsolatainkat. Rád bízzuk sikereinket és kudarcainkat. Még időbeosztásunkat is. A te kezedbe teszünk. Rád bízzuk az elképzeléseinket, ahogyan szerintünk a dolgoknak lenniük kellene, döntéseinket és akaratunkat. Rád bízzuk megtartott ígéreteinket és azokat is, amelyeket nem tartottunk meg.
Rád bízzuk gyengeségeinket és erősségeinket. Rád bízzuk érzelmeinket, félelmeinket, bizonytalanságainkat. És most itt ki mondja el, hogy mik azok, amiket most ezen az Isten tiszteleten, a következő hétre gondolva a Szentlélek Isten szeretetére szeretne bízni. Különösképpen rád bízom,